A kormány legfontosabb teendői közé sorolta a nyugdíjak értékének megőrzését, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő az idősügyi tanács alakuló ülésén azt mondta, Magyarország ma már elég erős ahhoz, hogy egy európai gazdasági válság idején is meg tudja őrizni a nyugdíjak értékét. A miniszterelnök az elmúlt másfél-két év egyik legfontosabb kormányzati intézkedésének a munkahelyvédelmi akciótervet nevezte. Megtartotta alakuló ülését az országházban az idősügyi tanács. Ez egy tanácsadó testület, a kormány tanácsadó testülete, az a célja, hogy szolgálja, segítse a kormánynak a döntéshozatalát, segítsen a döntések előkészítésében, és megismerjük a tanács tagjain keresztül azokat az álláspontokat, amik segítenek minket a munkánkban. A miniszterelnök, aki egyben az idősügyi tanács elnöke, kiemelte. A cél az, hogy a résztvevők tapasztalatait az ország javára fordítsák, például a demográfiai probléma kapcsán. Orbán Viktor szerint Európa válasza a kérdésre a bevándorlás, ez azonban rossz megoldás. Ha demográfiai okokból nyúlunk a bevándorláshoz, mert a szöveg erről szólt, akkor állapítsuk meg, hogy erkölcsileg ez nem egy helyes magatartás. Az erkölcsileg helyes magatartás az, hogyha családpolitikát alkalmazunk, és hogyha a munkaerő kevés, akkor pedig megnézzük a saját közösségeinken belül, hol vannak rejtett munkaerő tartalékok, akik nem elég képzettek, nincsenek eléggé fölkészítve a munkaerőpiacon való részvételre, mondjuk az európai cigányság egy tekintélyes része ilyen. A kormányfő hangsúlyozta, a nyugdíjasok is sokszor aktív munkavállalók, ezért nem teherként, hanem társadalmi erőforrásként kell tekinteni rájuk. Orbán Viktor szerint Magyarország ma már elég erős ahhoz, hogy megőrizze a nyugdíjak értékét, akár egy újabb gazdasági válság esetén is. Véget vetünk annak a gyakorlatnak, hogy a nyugdíjakat folyamatosan megkurtítják, hol nyíltan, hol ravaszul a szőnyeg alatt, és ezért a nyugdíjak folyamatosan veszítenek az értékükből, ezt a politikát mi száműzni fogjuk, és egy olyan politikát fogunk folytatni, amely minimumnak tekinti a nyugdíjak értékének megőrzését. A miniszterelnök az elmúlt másfél-két év egyik legfontosabb kormányzati intézkedésének a munkahelyvédelmi akciótervet nevezte. Ennek kapcsán ugyanis 370 055 év feletti munkavállaló állását óvták meg. Orbán Viktor felhívta a figyelmet a rezsicsökkentésre is, ami a szegénység bizonygatása nélkül is lehetővé teszi, hogy több pénz maradjon az embereknél a jövedelmükből.